Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Családbarát munkahely a polgármesteri hivatal. Nem először került a plakett Szekszárdra. Szekszárdon járt a VOSZ, még aktívabban segíti a vállalkozókat az érdekképviselet. Véletlenül buktak le a tolvajok. Ausztriából lopott el egy motort a két férfi. Kerekasztal beszélgetés a tanyavilágról. A cél, hogy növeljék a külterületi részek közbiztonságát Szekszárdon. Ismét elnyerte a Családbarát munkahely címet a szekszárdi polgármesteri hivatal. Ez már nem az első alkalom, hogy az ország legjobb munkahelyi közé választják a városházát. A Családbarát Magyarország Központ által előírt pályázat keretein belül Szekszárd megyei jogú város polgármesteri hivatala ismét megkapta a Családbarát munkahely címet. Az értékelés szempontja között olyan tényezők játszottak közre, mint hogy mekkora összegű béreket kapnak a dolgozók, hogy miként segítik a rugalmas munkavégzésüket, és hogy milyen plusz juttatásokat kaphatnak az alkalmazottak. Azért fontos ez munkáltatói oldalról, hiszen jól látható, hogy még a háború előtti időszakban a munkaerő hiány volt jellemző, és éppen ezért a jó szakembereket meg kell tudni tartani minden munkáltatónak, és meg is kell tudni szerezni. Tudja mindenki, hogy a közigazgatás az anyagi erőforrások tekintetében szűkös, viszont megvannak azok a lehetőségek, csak odafigyelés kell hozzá, és megfelelő szabályozás, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a pénzen kívül, a juttatásokon kívül kisebb odafigyeléssel vonzóbbá lehet tenni egy munkahelyet. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondja, arra például kiemelten nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a hivatal dolgozói összhangot teremthessenek a munka és a magánélet között. Gyakorlatilag egy közösséget építünk, érezzék jól magukat a munkáján, érezzék jól magukat egymás társaságában, és hát természetesen ennek megvannak a különböző formái. Természetesen, ha öröm vagy bánat történik a családban, az is megfelelőképpen honorálva van, vagy elismerve van, és hát lényegében azt szeretnénk, hogy mindenki jó kedvel, jó hangulatba érkezne. A szekszárdi polgármesteri hivatal 2 évig használhatja a Családbarát munkahely címet. Halálos baleset történt Szekszárdon. Egy motoros és egy autós ütközött össze az 56-os főúton a Nyár utca és a Pollák utca kereszteződésében. A motoros olyan súlyosan megsérült, hogy a gyors orvosi segítség ellenére a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útlezárás volt az érintett útszakaszon. Március 18-án kezdődik a zöld hulladékszállítás Szekszárdon. A városban a települési hulladékszállítási feladatokat végző cég a társasházi övezetben évente 5 alkalommal, családi házas övezetben 10 alkalommal végzi a zöld hulladék elszállítását. Ezen alkalmakban beletartoznak a januári fenyőfaszállítási akciók is, emellett az önkormányzat 2019 óta további szállításokat rendel meg annak érdekében, hogy a lakosságnál keletkezett zöld hulladék a megfelelő helyre kerüljön. A rendkívüli zöldjárat további 7 szállítási napot jelent 2023-ban. Soha ilyen közel nem volt még a világ ahhoz, hogy egy lokális háborúból világháború legyen, mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken. A kormányfő kijelentette, a nyugati világ vezetői háborús lázban égnek, annak megnyerésére buzdító, még több áldozatról szóló beszédeket tartanak és egyre veszélyesebb fegyvereket küldenek Ukrajnába. Rámutatott arra is, a nemzetközi közvélemény egyhangú békepártiság helyett ketté vált. A türkök, az arabok, a kínaiak vagy az afrikaiak ugyanis tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaznak. Egyre veszélyesebb fegyvereket szállítanak Ukrajnába. Ne felejtsük el, hogy a németek sisakokkal kezdték, most a tankoknál tartanak, és már teljesen bevett, korábban tabunak számított, most már teljesen bevett téma, hogy vadászrepülőgépek küldése lenne a következő feladat. És nagyon közel vagyunk szerintem ahhoz, hogy komoly javaslatként kerüljön asztalra, hogy szövetséges, Ukrajnával szövetséges országok katonái is lépjék át a határt és menjenek Ukrajna földjére.
Vállalkozói fórumot és egyben taggyűlést is tartott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szekszárdon. A rendezvények célja az volt, hogy a VOSZ többek között tájékoztatást adjon az idei 35 éves jubileumi évében induló 5 éves stratégiájáról és cselekvési programjáról. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezetei március folyamán tartják éves rendes beszámoló taggyűléseiket. Ennek okán az érdekképviselete a gyűlések előtt vállalkozói fórumokat tart országszerte, aminek ezúttal Szekszárd adott otthont. Fajszi Lajos, Tolna vármegyei elnök a szervezet ezévi terveiről többek között a rendszeres tájékoztatást és a párbeszéd fontosságát emelte ki, ami rendkívül fontos a sikerhez és az együttes eredményekhez. Hozzátette, meggyőző tagságot tudhatnak maguk mögött, amit tovább kell erősíteni. Nagyon jól sikerült a tavalyi évig, 80%-kal nőtt a tagságunk. Most 1200 körüli a Tolna megyei vállalkozásoknak a száma, akik beléptek a VOSZ-ba, és hát ezt szeretnénk egy ilyen 1500-ra bővíteni. Az eseményen részt vett Máté Péter önkormányzati képviselő, a Szekszárdi Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke. Ő elmondta, hogy idén a helyi ipari parkban 2,8 milliárd forintos fejlesztés fejeződik be, amely főleg infrastruktúrális és épületfejlesztési beruházásokat jelent. Kiemelte, a térség vállalkozásainak lehetőségeket tartogat a Paks 2 is, emiatt is számítanak a gazdasági élet fellendülésére a vármegyeszékhelyen. A szekszárdi fejlesztéseket, ami megvalósul idén, a tudásközpont. Ugye már a Paks 2-ből mi is szeretnénk részesülni, és nekünk az az elképzelésünk Szekszárdváros részéről, hogy a Pakson dolgozók azok ide tudnak jönni Szekszárdra olyan kulturális programokra, amik Pakson nincsenek. Ugye a Szekszárd egy megjelő város, tehát ettől kezdve többet tudunk nyújtani valószínű, és a tudásközpont idén kerül átadásra. Eppel János, a VOSZ elnöke, a szövetség idén januárban elfogadott 2022 és 2026 közötti 5 éves stratégiáját mutatta be. A stratégia lényege igazából az, hogy a 35 éves VOSZ szervezetet belülről dinamizáljuk, aktivizáljuk, a meglévő tudást, a meglévő tapasztalatot és a meglévő anyagi forrásainkat használjuk fel hatékonyabban, legyen egy erősebb szervezet, és a három fő tevékenységében, a magyar vállalkozások érdekében, az érdekképviseletben, a szolgáltatásokban és a vállalkozás fejlesztésben legyen erősebb, hatékonyabb és sokkal láthatóbb, érzékelhetőbb a magyar vállalkozások számára. Az elnök hozzátette, cél a magyar vállalkozók, munkaadók tevékenységének, napi működésének, fejlesztési terveinek hosszú távú támogatása, segítése minden eszközzel. A Magyar Faluprogram első pályázati felhívásainak meghirdetése és az első támogatások folyósítása óta 2019 közepétől már több mint 1000 milliárd forint fejlesztési forrás jutott a kis településekre, mondta a modell települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön. Gyopáros Alpár elmondta, a kis településeken élők jobb életminőségének érdekében nem csak utak, intézmények és szolgáltatások fejlesztésére van szükség, hanem a közösségi életük gazdagítására, fellendítésére is. A kormánybiztos kiemelte, a Magyar Falu program keretében az elmúlt időszakban országszerte 2500 kis településen építettek új közösségi teret, vagy fejlesztették azokat, mintegy 40 milliárd forint értékben. A székelyszabadság ügye a magyarság közös ügye, határon innen és túl, közölte a Székelyszabadság napja alkalmából Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken. Az államtitkár kiemelte, nem csak erőt merítünk a székelység kiállásából, de egyben példát is kapunk a székely magyar közösségektől arra, hogy miképpen kell nemzeti identitásunkhoz ragaszkodnunk. Potápi Árpád János hangsúlyozta, a székelység önrendelkezésének igénye nem precedens nélküli vágyakozás, hasonló autonómia modellek működnek az Európai Unió több tagországában. Ezek a példák is bizonyítják, hogy ha egy nemzeti közösség önrendelkezéssel bír, és szabadon gyakorolhatja a megmaradásához szükséges jogait, az nem gyengíti, sokkal inkább erősíti az adott országot, emelte ki. Úgy értékelt, a székelyek, akik 1000 éven át védték országunk határait, és egészen a 19. század második feléig, sőt a kommunista Románia idején is egy rövid ideig autonómiával rendelkeztek, megérdemlik, hogy támogassák a megmaradásukat szolgáló küzdelmüket.
Véletlenül bukott le az a két Nagykónyiban élő tolvaj, akik Ausztriából loptak el egy leparkolt crossmotort. A jármű hónapok óta állt egyikőjük udvarán, ahol egy másik eset miatt nemrégen rendőrök jelentek meg. A kétkerekűt azóta már vissza is kapta az osztrák tulajdonos. Tele az internet olyan videókkal, amiken az a típusú motor látható, amit a két nagykónyi férfi lopott el az ausztriai Linzből. A rendőrök egy másik bűncselekmény miatt mentek ki egyikőjük házához néhány napja. Akkor vették észre a több mint 1 millió forintot érő járművet az udvaron, aminek az alvásszámát részben lekaparták. Az azóta már meggyanúsított férfi különös történettel állt elő a motor eredetét illetően. Azt mondták, hogy különben vásárolták 300 euróért, közben a rendőrök lefoglalták a járművet, mivel annak a vásszáma részben volt csak olvasható. Az eljárás során megállapították a valós vásszámot, és kiderült, hogy az osztrák rendőrség körözést adott ki, mert október 25-én este ismeretlenek Linzből eltulajdonították a parkolóba leállított motort. Ezeket a felvételeket pedig már a rendőrség munkatársai készítették. A motor eredeti tulajdonosa nemrégen át is vehette a tőle korábban ellopott kétkerekűt. A 29 és 22 éves megyespusztai férfi gyanúsítottként hallgatták ki a kollégák, mely során beismerő vallomást tettek. Elmondták, hogy abban az időben lomizásból éltek, és ilyen okból kifolyólag hazafele tartottak. Linzben megálltak egy parkolóban pihenni, amikor észlelték ezt a lezárt crossmotort. Egyből berakták a teherautóba, majd hazaindultak. Útközben még a kerékpárzárat eltávolították, hogy egy esetleges igazoltatáskor ne váljanak gyanússá. A két nagykonyi tolvaj egyelőre szabadlábon védekezhet, hamarosan nagyobb értékre elkövetett lopás miatt kell majd bíróság elé állniuk. Az ukrán-magyar határszakaszon 4994-en léptek be Magyarországra csütörtökön. A román-magyar határon belépő közül pedig 4404-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából jöttek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 63 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Elindult a Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2022 nyílt pályázat. Amint arról Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár Facebook oldalán beszámolt, a pályázattal azokat az 5.-8. évfolyamos tanulókat kívánják elismerni, akik a 2021-22-es tanévben kimagasló tanulmányi és sportteljesítményt nyújtottak. A követelmények közé tartozik, hogy a jelentkezők tanulmányi eredménye a 2021-22-es tanév végén legalább 4,8-as átlagot mutasson, valamint a felhívásban meghatározott sportágakban és versenyeken 1-6 helyezéssel rendelkezzenek. A pályázat benyújtásának határideje 2023. március 31. Kamerarendszer telepíten a szexuális anyavilágba a helyi Szőlőszem Egyesület. Ez is téma volt azon a kerekasztal beszélgetésen, amit a civilek és a velük együttműködő szervezetek képviselői között rendeztek meg. A cél, hogy a Tolnai Vármegye székhelyen tovább javítsák a külterületi település részek közbiztonságát. 2009 óta működik a Szekszárdi Szőlőszem Egyesület. Ők azóta is azon dolgoznak, hogy a Vármegye székhely körülötti tanyavidék biztonságos legyen. Nem csak figyelő szolgálatot tartanak fent ennek érdekében, hanem haladva a korral, most mások mellett a területek távfelügyeletét is szeretnék megvalósítani. Hangzott el az együttműködő hivatalos szervekkel megtartott kerekasztal beszélgetésen. A völgyi gyűléseket megtartottuk, és ott a beszélgetés, a gazdákkal történő beszélgetés során felmerültek különböző problémák. Ugye, mint mondtam, a közlekedéssel kapcsolatban, akkor ugye beszéltünk a kamerarendszer kiépítéséről, ami hát reméljük, hogy ez folyamatosan bővülni fog. És hát ugye a hulladék kérdés is elég komoly dolog. Vagyis a rendszeres járőrözés mellett az idei célok között szerepel, hogy kamerahálózatot alakítsanak ki a szurdikok környékén. A kereszteződésekben pedig, ahol szükséges, tükröket helyeznének ki. Az Egyesület tagjai szorosan együttműködnek a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársaival. Ennek is köszönhető, hogy a Tolnai Vármegye székhelyen az utóbbi években jelentősen csökkent a külterületen elkövetett betörések száma.
kimondottan azok a tanyák inkább problémásak, ahol nem lakottak, és esetleg a tulajdonosok ugye ősztől tavaszig nem látogatják ezekben az esetekben a nagyobb vagy értékesebb értéktárgyokat tulajdonítják el. De többségében azt lehet elmondani, hogy nem a legproblémásabb helyünk a tanyavilág. A mostani kerekasztal beszélgetése a Tolna vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság székházában zajlott. A szervezet vezetője azt mondja, az ilyen alkalmak azért is fontosak, hogy felmérjék és folyamatosan aktualizálják azt, hogy milyen módon tudnak egy esetleges tűzalkalmával a gyakran nehezen megközelíthető helyszíneken beavatkozni. Miben tudunk segíteni? Van-e elegendő tűzivízhálózat? Hogyan tudunk odajutni? Szélesekkel az utak? Nincs-e valahol lekorlátozva? Meg egyáltalán az infrastruktúra, az élhetőségnek a lehetősége mennyire áll rendelkezésre? Én azt gondolom, hogy egyébként jól állunk, de mindenféleképpen készülnünk kell ezekre. A Szőlőszem Egyesület tervei között tehát határozott elképzelésként szerepel a tanyavilágba telepített kamerarendszer kiépítése és a közlekedés fejlesztése is. Regionális híreink következnek. Nemrég újult meg a faluház, most pedig falubusz nyerte. Sikeresen pályázott Vékény a Magyar Falu programban. Nem akarta a balhés művészt az ellenzék. Végül a városvezetéssel jelölte Böszörményi Istvánt a grémiumba. Adózási ismeretek, internetes vásárlás, hamis termékek. Tájékoztató az iskolásoknak a NAV-nál. Újabb sikeres pályázatot tudhat magáinak Vékény. A baranyai település a Magyar Falu programon keresztül szerezhette be vadonatúj falubuszát. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy a gyerekektől az idősekig mindenki számára biztosítják annak lehetőségét, hogy a különböző szolgáltatásokat könnyen elérjék. A település már nem először nyert támogatást a programban, hiszen nemrég a faluház is megújulhatott. A mostani Vékényi faluház kultúrháznak épült a helyiek összefogásával társadalmi munkában 1959-ben. Azóta kisebb-nagyobb felújítások történtek, majd 2020-ban energetikai korszerűsítésre nyertek támogatást a Magyar Falu program keretében. Így a gázfűtést modern hőszivattyús rendszerre cserélték, napelemek is kerültek az épületre, és klímaberendezésekkel is gazdagodott a ház. A tető felújítására is sor került, most pedig egy újabb sikeres programról számolt be a térség országgyűlési képviselője. Aminek ma nagyon örültek az a falubusz, ugye ez az a jármű, ami megteremti a lehetőséget, hogy egy kis településen élő polgár a közeli Szászvárra, kicsit távolabb Bonyhádra vagy Komlóra menve eléri azokat a szolgáltatásokat, amit csak a nagyobb településeken lehet elérni. Ez egy városi ember számára természetes, hogy viszonylag könnyen el tud menni A-ból B-be tömegközlekedési eszközökkel. Vidéken ez sose volt így, és a falugondnoki szolgáltatások és persze a mögöttük lévő falubuszok teremtik meg ennek a rugalmasságnak a lehetőséget. Hargita János hozzátette, az a cél, hogy gyerekek, iskolások, nyugdíjasok, sportolók könnyen elérjék a céljukat, a különböző szolgáltatásokat. De itt még nem állt meg a fejlesztések sora. Persze mindig vannak újabb álmok, a polgármester úrtól már hallottam, hogy egy játszótér még kellene a településre. Biztos vagyok benne, hogyha ezen a háborús nehéz időszakon, ami költségvetési szempontból nehéz, túl leszünk, ami jelent egy kis megtorpanást a Magyar Falu programban, de ha ezen túl vagyunk, akkor meg fogjuk teremteni itt a játszótér fejlesztésének lehetőségét is. A falubusz átadó ünnepségén elhangzott, hogy Baranya 3-as számú választókerületében már nincs olyan kis település, amely ne pályázott volna sikeresen a Magyar Falu programban. Ezt a lehetőséget egyébként önkormányzatok, az önkormányzati társulások, az egyházközségek és a civil szervezetek vehetik igénybe. Nem tartja szerencsésnek a pécsi ellenzék, hogy olyan embereket akar a városvezetés a Pécs arculati elemeit előkészítő grémiumban, akik az utóbbi időkben közéleti konfliktusaikkal kerültek a reflektorfénybe. A kérdéses személy Böszörményi István szobrászművész volt, akinek jelölését később a városvezetés visszavonta. Ez a 2014-es akció volt az egyik leghíresebb azok közül, melyekkel Böszörményi István szobrászművész valami miatt nem tetszését nyilvánította ki. Ez a város, ez a kurzus mindent megtesz a modern művészet eltiprásáért. Szarokat hoznak ide, gicseket. Ez az ember, ez a Kliglus Sándor, egy ordinári gics szobrász.
Azzal, hogy liszttel szórta be a pécsi Vörös Sándor szobrot, a tetért a bíróságon elmarasztalták és garázdaság miatt figyelmeztetésben részesült. Böszörményi István másik, sokakban visszás érzéseket keltő akciója pedig az volt, amikor a tanártüntetésekkel kapcsolatban az alábbi papírt függesztette ki a Nagy Lajos gimnázium falára. Barkóczi Csaba és a pécsi ellenzék szerint többek között ezek az akciók miatt sem volt szerencsés, hogy a művész a pécsi városvezetés jelöltje abban a grémiumban, mely a Pécsváros arculatát megjelenítő jelképeket és formákat választja ki. És azt gondoljuk, hogy akkor is, hogyha ez a város arculatát meghatározó zsűribeli tagság egy szimbolikus dolog, akkor is egy nagyon komoly elismerés annak a művésznek, aki ebbe a testületbe belekerülhet, és nem gondoljuk azt, hogy azokat olyan típusú embereket kellene ilyen elismerésben részesíteni, akik különböző trágár és obszcén akciókkal, az egyházi iskolák és az egyházi intézmények ellen elkövetett akciókkal kerülnek a pécsi közélet elé bizonyos időközönként, úgyhogy éppen ezért sem fogadtuk mi el Böszörményi Istvánnak a jelölését ebbe a grémiumba, és hát tulajdonképpen ebben is sikerült meghátrálásra késztetni a városvezetést. Ők maguk vonták vissza végül is ezt a javaslatukat. Éppen ezért sem fogadta el az ellenzék Böszörményi István jelölését, mely javaslatot egyébként később a városvezetés vissza is vont. Adózási ismeretek, internetes vásárlás, hamis termékek. Ezekről a témakörökről hallhattak tájékoztatót és láthattak bemutatót is azok az iskolások, akik részt vettek a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendhagyó tanóráján. A szakemberek különböző feladatokkal is készültek a fiataloknak. Cél, hogy minél előbb megismerkedjenek a jogkövető adózással. A telefonjaikat bújják a gyerekek, most azonban nem a közösségi média oldalakat böngészik, kifejezetten mobilról végezhető feladatot kaptak. A fiatalok ugyanis a Nemzeti Adó és Vámhivatal Pécsi Váminformációs Központjában vettek részt egy rendhagyó tanórán. Itt éppen a NAV honlapján kerestek információkat, de számos más teendő is várt rájuk. Zsolnai Vilmos Technikum és Szakközépiskola 9-es diákjait fogadtuk. Egy tájékoztatón az első 45 percben adózási témával foglalkoztunk, és a második 45 percben pedig a pénzügyőr kollégák az internetes vásárlással és a hamis termékekkel kapcsolatban tartanak egy tájékoztatót. Bemutatják a hamis termékeket is, hogyan lehet felismerni őket, illetve hogy az internetes vásárlás során mire kell nagyon odafigyelni. Szemléltetésként be is mutattak a szakemberek olyan termékeket, melyek a megtévesztésig hasonlítanak az eredetire, mégis hamisak. Többek között ruhanemű, cipők, sapkák, de elektronikai eszközök is lehetnek ilyen termékek. Az adóhivatal már évek óta tart a fiataloknak hasonló tájékoztatókat. Baranya megyei igazgatóság 2009 óta tart diákprogramokat, és ennek a programnak a keretében érkeztek most a diákok. Folyamatosan érkeznek hozzánk a diákok, vagy pedig mi megyünk tájékoztatót tartani az iskolákba, elsősorban gimnazistáknak, de általános iskolákba is szoktunk tájékoztatót tartani. A NAV pedig idén is folytatja többek között a hamis termékek elleni küzdelmet. Az elkereskedelem térnyerésével a vámellenőrzések az importnál jelentkező alulértékelések feltárására, valamint a közösségi és belföldi forgalomban tetten érhető áfa kikerülésre, a vámérték valódiságára koncentrálnak. Idén is központi téma az importáruk termékbiztonsága, a hamis veszélyes termékek kiszűrése. Folytatódik a csempészáruk illegális forgalmának visszaszorítása is, valamint a hazai és nemzetközi jogszabályokban meghatározott korlátozások, tilalmak következetes érvényesítése. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Családbarát munkahely a polgármesteri hivatal. Nem először került a plakett Szekszárdra. Szekszárdon járt a VOSZ. Még aktívabban segíti a vállalkozókat az érdekképviselet. Véletlenül buktak le a tolvajok. Ausztriából lopott el egy motort a két férfi. Kerekasztal beszélgetés a tanyavilágról. A cél, hogy növeljék a külterületi részek közbiztonságát Szekszárdon. Szombaton hidegfront alakítja az időjárást. Erős, gyakran viharos lökésekkel kísért északnyugati szél fog fújni. Délután országszerte felszakadozhat a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Éjszaka felhős és csillagfényes időszakok váltakoznak. Vasárnap délután erősebb felhősödés kezdődhet, hétfőn újból emelkedik a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket.
Ha látnak valamit, ami önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!